Február 2-a a katolikus naptárban Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Ezen a napon a keresztény egyházakban annak az évfordulóját ünneplik, amikor Mária és József elvitte a jeruzsálemi templomba bemutatni elsőszülött fiukat, Jézust. Innen ered a szentelt gyertya és a gyertyaszentelés szokása. A szentelt gyertya Jézus egyik legrégibb jelképe. Gyertyaszentelő Boldogasszony napjához több népi hiedelem is kapcsolódik. A magyar hagyományban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embert. Az újszülöttek mellett szentelt gyertyát tartottak a rontó szellemek távoltartására a keresztelés napjáig. Gyertyát égettek a súlyos betegek mellett, és szentelt gyertyát adtak a haldoklók kezébe. A februári jeles naphoz a népi hagyományokkal és az időjárással összefüggő megfigyelések is kapcsolódnak. Több helyen vihar és villámlás esetén az ezen a napon szentelt gyertyákat gyújtották meg, hogy előzzék a vihart. A hiedelem szerint, ha gyertyaszentelőkor énekel a pacsirta, utána még sokáig fog hallgatni. Néhol úgy tartják, hogy ameddig besüt a nap gyertyaszentelőkor a pitvarajtón, addig fog még a hó beesni. A hagyomány szerint február 2-án a barna medve, ha kijön az odújából és meglátja az árnyékát, azaz ha süt a nap, akkor visszabújik és alszik tovább, mert hosszú lesz a tél. Amennyiben borús idő van, akkor a medve kint marad, mert rövidesen jön a tavasz. Az észak-olasz népszokásokban e napon a medve helyett a farkas jelent meg időjósként, Németországban pedig a sündisznó. Észak-Amerikában az újkori bevándorlók az ott élő erdei mormotát tették meg a február 2-ai népi hiedelem tárgyává.